Nyíregyháza stabil és erős, évértékelő interjút adott Szabó Tünde kormánybiztos. Jelentős forrás, 1 milliárd forintos pályázati pénz érkezett 2022-ben Nagykálóba. Apa jegyek, Kürti László verses kötetét Csúlya Imre színművész mutatta be Máté Szalkán. Nyíregyháza egy stabil, erős várossá vált az utóbbi időben, és a cél pedig az, hogy a jövőben egy olyan város legyen, amely meghatározó a térségben. Ezt mondta Szabó Tünde országgyűlési képviselő, aki a parlamenti megbízatása mellett kormánybiztosi feladatokat is ellát. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Az Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos arról is beszélt televíziónknak, hogy 2022 egy rendkívül nehéz év volt. Szabó Tünde hozzátette, a háború és az energiaválság miatt munkahelyteremtő és munkahely megtartó intézkedésekre van szükség. Szabó Tünde az idei áprilisi választáson is megnyerte országgyűlési képviselői mandátumát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes számú egyéni választókerületében. Ezt követően a sportért felelős államtitkárt a frissen megalakult kormányban új tisztséggel bízták meg. Felkérést kaptam Navracsics miniszter úrtól, hogy az Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónának legyek a kormánybiztosa, amelyet örömmel elfogadtam, hiszen eddig is az itt élőkért nagyon sokat tettem, és hogyha nézzük ezt a területet, ez 6 megyéből áll, 2 régióból, óriási terület, Észak-Kelet Magyarországot fedi le, és ebbe bizony benne van Nyíregyháza is, nem véletlenül került úgymond erre a fókuszra az a terület, amelyet megkaptam. És ugye egyből arra gondoltam, hogy ezzel Nyíregyháza fejlesztését is nagyban fogom tudni a jövőben segíteni, és talán könnyebb lesz a helyzetem, hiszen nem Soprontól, Zalaegerszegtől Nyíregyházáig megyek, hanem most ténylegesen észak-kelet-magyarországi tevékenységet fogok ellátni. A kormánybiztos hozzátette, ez az év egy rendkívül nehéz év volt, és a gazdaság fejlesztésére óriási szerep vár, amelyet a kormányalakításnál is kiemelten kezeltek, hiszen a háború és az energiaválság miatt munkahelyteremtő és munkahely megtartó intézkedésekre van szükség. Nem véletlenül a kormány is így alakult, hogy a gazdaság az a legerősebb most, és erre kell figyelni, hiszen munkahely teremtő, munkahely megtartó feladataink vannak, és ezáltal is talán jobban tudom segíteni Nyíregyházát és az itt élőket, hogy ez a pozíció itt van nálunk, és az Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónában, hogyha bármilyen tervünk van, akkor ténylegesen az adott helyre, az adott minisztériumba azonnal tudjuk vinni, és megpróbáljuk megszerezni, hogy ténylegesen az a fejlődés, ami eddig volt, az tovább tudjon folytatódni. Szabó Tünde úgy véli, Nyíregyháza egy stabil, erős várossá vált az utóbbi időszakban, emiatt a befektetők körében is egyre népszerűbb. Példaként említette a WScope autóipari gigaberuházást, amely 1200 munkahelyet hoz létre Nyíregyházán. Emellett hozzátette, a Lego is terjeszkedett 50%-kal, és az Electrolux cég is több milliárd forintos beruházást hozott az elmúlt időszakban. Ezzel nem csak munkahelyeket teremtünk, hanem szolgáltatásokat is fejlesztünk, hiszen hogyha ide jön egy ilyen cég, akkor ki kell őket is szolgálni, és ehhez hozzá kapcsolódik bármilyen fejlesztés, akár közút szolgáltatás, vagy akár az üzleti szférát nézzük, úgyhogy ez mindenkinek nagyon pozitív. Én azt gondolom, hogy ez a térség, akár Debrecen, Miskolc, érzékelhető volt az elmúlt időszakban, hogy nagyon-nagyon fejlődött. Ugye az egyetemünk is egyre erősebb, és érzékelhető az is, hogy egyre többen jelentkeznek a Nyíregyházi Egyetemre. Itt is olyan képzési rendszer van, ami automatikusan alkalmazkodik az igényekhez, akár az üzleti szférát is, gazdasági területet is kiszolgál. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki egyért dolgozik, hogy Nyíregyháza fejlődjön tovább, és egy olyan város legyen, ami gazdaságilag meghatározó a térségben, és azt gondolom, hogy ez így is lesz.
Szabó Tünde a december 16-án lezárult 5 milliárd forintos úthálózatfejlesztés projektje kapcsán azt mondta, képviselőként gyakran fordultak hozzá a lakosság részéről az utakkal kapcsolatos problémákkal, de az utóbbi időben már nem ezzel keresik meg a választók, amely vélhetőleg a Nyíregyháza és a Bokortanya világ nagyszabású úthálózatfejlesztésének is köszönhető. Nagykállóban idén 1 milliárd forintot meghaladó pályázati forrás érkezett, és a település életében fontos fejlesztések kezdődtek el. A polgármester szerint a legfontosabb a bel- és külterületi útszakaszok megújítása, valamint egy új bölcsőde megépítése volt. A város 2023-ra sikeresen pályázott 1 milliárd forintra egy rendezvényház megépítéséhez, amely a főtéren kap majd helyet. Az egykori nagykállói várat érintő ásatási eredmények bemutatásával indult a 2022-es év Nagykállóban. Sokan nem is tudták, hogy itt valaha Nagykállónak is volt vára, és a jövőben is szeretnék folytatni a feltárásokat. Az év elején nem csak vára lett a településnek, de két újabb nagy beruházással bővült az ipari park is, amelyek közül az egyikben a helyben termelt gyümölcsökből készítenek étrendkiegészítőket, a másikban pedig a napelemek tartó szerkezetéhez szükséges úgynevezett szelemeneket gyártanak. Mindeközben Nagykálló belterületén több útszakaszt is felújítottak idén, amelyek mellett a városon belüli és kívüli kerékpárutak is elkészültek. Ugye itt a napkor felé vezető kerékpárútnak a kállói szakasza hiányzott még, úgyhogy most összekötésre került, úgyhogy most a kerékpárúton el lehet érni napkort. Illetve ugye ennek volt kettő belvárosi szakasza is, itt a Bátori út és Arany János út, ez egy meglévő kerékpárútnak a felújítását tartalmazta, ez a, egyszerűen fogalmazva a Harangodi út, ugye, illetve egy járdaszakasz felújítás a Kossuth úton, ami egy nagyon régi probléma és hiányossága volt a városnak, ez egy relatíve hosszú szakasz, és ugye egy bevezető útról van szó, itt a nagy forgalom és a nagy sebességgel közlekedők miatt ez egy közlekedés biztonságilag egy különösen fontos szempont volt, hogy ez megvalósuljon. A harangodi fejlesztéseknek köszönhetően a város egyik fontos turisztikai attrakciója, a tó erdős, ligetes környéke is tovább szépült Nagykállóban, emellett belekezdtek a ravatalozó felújításába is. 2022 a bölcsődék évének tűnik Kállóban, hiszen ettől az évtől már két bölcsőde is várja a gyermekeket, sőt folyamatban van egy harmadik megépítése is. A létszám az nagyjából állandó, 10 fővel dolgoznak, ugye itt intézményvezető, gondozónő, dajkák, konyhai kisegítő, takarítónő. Ez egy része többletként jelent meg, ugyanis ugye az önkormányzatnak volt már, vagy van is egy másik intézménye bölcsöde, ami szintén ugye most kiegészítésre került, onnan is jöttek el dolgozók az újba, és most minden csoportunk 100%-ig feltöltve dolgozik, úgyhogy jelen pillanatban 5 csoportban 60 bölcsödés van a városban, illetve ugye még épül egy bölcsöde, folyamatban van, ahogy a Kölcsei TV már erről beszámolt, folyamatban van egy református bölcsöde is, úgyhogy azt gondolom, hogy a bölcsődei férőhelyek száma nem lehet akadály a dolgozni vágyó vagy kényszerülő anyukáknak sem most már. A megemelkedett rezsiárak miatt a polgármester szerint az év végére néhány intézményben szinte vissza kellett térni a koronavírus járvány alatti működéshez. A könyvtár például jelenleg nem látogatható, de a könyveket továbbra is ki lehet kölcsönözni. A polgármester azt mondta, a jövőt érintő tervek közül kiemelkedő a rendezvényház megvalósítására vonatkozó pályázatuk. 1 milliárd forintot sikerült nyernünk az Élhető Város TOP plusz konstrukcióban a rendezvényház megvalósítására. Ehhez a szükséges tartalék vagy többletforrás az most egyelőre még rendelkezésünkre áll, aztán majd meglátjuk, hogy a rezsi mit emészt fel ebből.
Az új rendezvényház Nagykálló főterén a korábban már lebontott művelődési ház helyén épül majd meg, és a beruházás tartalmazza a rendezvényház környezetének rekonstrukcióját is, többek között egy új játszótér kialakítását. Emellett a polgármester kiemelte, más energetikai korszerűsítésre beadott pályázataik is nyertek, így a következő évben az önkormányzati hivatal és más önkormányzati ingatlanok is, mint például a rendőrség vagy az orvosi rendelők is, hamarosan napelemeket kapnak. Folytatjuk évvégi hírösszefoglalónkat, most július legérdekesebb történései következnek. Ebben a hónapban tombolt leginkább az aszály. Az aratás alkalmával a vártnál kisebb lett a termés, és a folyók vízszintje is rekord alacsony volt. Tavaly ősszel ünnepelte alapításának 175. évfordulóját a Kárt-Zeiss cég, amely 1992-ben települt Mátészalkára. Ez az egyik legnagyobb ipari vállalkozás a városban. A csaknem 80 hektáros ipari parkban jelenleg több mint 40 vállalkozás működik, de folyamatos az érdeklődés. Ezért most újabb 2,7 hektárral bővítik a területet. Ismét több mint 2,7 hektárt birtokba vettünk, tulajdonba vettünk a képviselőtestület döntésével a ipari park bővítésének a területén. Ugye többször említettük már, hogy Mátészalkán úgy pörög a gazdaság, hogy nekünk előre kell menekülni, és a közel 100 hektár mellé további 60 hektárnak a bővítéséről döntött a képviselőtestület. Folyamatosan vannak olyan tárgyalások, ami megerősít nap mint nap abban, hogy nagyon jó úton járunk. Éppen ezért hálás vagyok azoknak az eladóknak, akikkel sikerül egyességet kötni és adásvételi szerződésben birtokba venni ezeket a területeket, most éppen egy erdőt. Azért, mert itt lesz a majdani ipari park, a pályázatot beadtuk rá, és Mátészalkának úgy van szüksége ezekre az ipari területekre, mint a falat kenyér, és természetesen törvény alapján mi ezt ki is sajátíthatjuk, de az lényegesen több sérülés, vita és hosszú idő, energia és pénz. Úgyhogy az a legjobb, hogyha jó egyességeket kötünk mindenkinek, illetve a mátészalkaiaknak a legnagyobb hasznára. Nagy port kavart a munkában lévő kombájn ezen a Tímár melletti szántóföldön. Miután május óta hatalmas az aszály a térségben, a szokásosnál egy héttel hamarabb kezdték el betakarítani a búzát. A szárazság rányomta a bélyegét a termés mennyiségére is, a tavalyi hozam alig több mint harmadát tudták lealatni. Az elmúlt évi rekordtermés, hiszen megyek kukoricából és buzából is, kalászosokban nagyon szép eredményeket ért el, most körülbelül 40%-osak a számaink, a nem öntözött területek azok 3-4,5 tonna között, hát most konkrétan ez a tábla, ahol állunk, ezt öntöztük, ez az első ilyen öntözött tábla, úgyhogy ez remélem, hogy egy 4,5 tonna körül fog zárni. Nagyszabású rendezvényen ünnepelt az idén 30 éves Nyíregyházi Tréner Kft. A megyeszékhelyen 1968 óta képeznek pilótákat. A rendszerváltás követően a képzést a Tréner Kft. A Nyíregyházi Egyetem jogelődjével formálta át. A nehéz kezdet után, amikor elfogadták a cégünket, és egy légitársaság lett szerződésünk, akkor ez egy nagy lépcső előre lépés volt a cég életébe, ami 2015-ben volt első kezdő lépés, de a 17-es, amikor a Tréner Fájtagarém is megalakult, a Tréner mellett és a Vizerrel lett kapcsolatunk. Most jelenleg 100 hallgatóra van szerződésünk a Vizerrel, évi 100 hallgatóra, plusz az egyetem. Egyetemnek ez a váltása, hogy alapítvány egyetem lett, úgy érzem, hogy a pilótaképzés Nyíregyházán ez erősíti, közös a célunk. Tamás Bokor felől Tisza-Eszlár felé vezet ez az út, melynek több mint egy kilométeres szakaszát már tavaly felújította a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Idén tovább folytatódtak a 3634-es vonalon a munkálatok. További 3 kilométer hosszúságban immár Bashalom felé is új réteget kapott az aszfalt. Már a rendőrség, a mentősök is, tűzoltóság is jelezte, hogy próbáljunk odahatni, hogy elkészüljön ez az útszakasz, hiszen nem lehetett, járhatatlan volt, mondhatom így, de köszönjük, ez óriási nagy segítség ezeknek a kis településeknek, hogy itt most a komfort zónájuk emelkedik, tehát, és meg büszkék is lehetünk rá a környező településen, hogy mi megújultunk. Tehát nagyon nagy tisztelet és köszönet jár mindenkinek, az országgyűlési képviselőjének, Óvári úrnak, hogy
ez az útszakasz elkészült. Így készülnek a gumikesztyűk az Eofire Kft. Máté Szalkai gyárában. Gyakorlatilag el is indult a munka, az év második felében pedig már nagy tömegben tudtak előállítani egészségügyi termékeket. Éven szinten 160 millió vizsgálókesztyű, 350 millió darab fecskendő kerül majd ki az automata gépsorokról. A gyár elsődleges célja, hogy a magyar egészségipart lássák el. De a gazdaságos működéshez más iparágokba is tudnak majd gyártani, például a hadiipar vagy az autóipar számára. Közép-európai szinten is egyedülálló, és hát nagyon fontos, hogy mindenképpen megteremti az egészségiparnak az egyik pilléreit, tehát amit így gyártunk termékeket, azokkal az egészségipar 50-60%-ban önellátó tud lenni. Körülbelül 110-120 embert fogunk foglalkoztatni, és hát nagyon modern, tehát ha végignézzük a gépeket, a helyiségeket, az egész gyárat tényleg a legmagasabb színvonalon épültek meg. Negatív rekord a Szamoson, jól látszik, extrém alacsony a vízszint a folyón. Ezeket a fotókat a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság készítette Csengérnél július végén. Mínusz 143 cm-es vízállás alakult ki a Szamosnak ezen a szakaszán, ami 12 cm-rel alacsonyabb, mint a valaha mért legkisebb vízszint. A Tiszán is nagyon alacsony a vízállás, 25-40 cm-es közelségben vannak a legkisebb vízszintnek. Magától érthetődő, hogy nem tudunk vizet kivenni a folyókból, tehát nem lehet jelentős vízpótlást eszközölni. Most jelenleg a kis vízszint rögzítés rendelt el az Országos Vízügyi Főigazgatóság országos műszaki irányító törzse, tehát azt jelenti, hogy dokumentáljuk ezeket a kis vízszinteket, felmérjük a Tiszát, lerögzítjük, illetve vízhozam méréseket végzünk az operatív vízhozamok meghatározása érdekében. Mert ugye a vízhozamok is jelentősen lecsökkentek, tehát egy 20-30 köbméter a beérkező vízhozam az országban, mind a Tiszán, mind a Szamoson. Ezért nagyon oda kell figyelni a vízkiadagolásokra, hogy az öntözővíz igények kielégítése összhangban maradjon a vízkormányzással, tehát magyarán a folyóink vízszintje megmaradjon. Már az utómunkálatai zajlottak a csillagjárónak július végén. Ezek a képek Kisverdán, Tiszavasváriban, Mátészalkán és Vásárosnaményban készültek. A helyi színháztermekbe költözött be stábunk, hogy ottani közönség előtt rögzítsük a legújabb nagyszabású műsorunkat. A televízió nézők is láthatták mindazokat a beszélgetéseket és produkciókat, amit a felvételen a résztvevők. A Kölcsei Televízió életében nem egy újdonság volt az, hogy egy ekkora produkciót készít a csatorna, hiszen a korábbi években volt már tapasztalata, de annak a stábnak, akik most itt dolgoznak, ez egy igazán nagy feladat volt, egy nagy falat is volt, de megugrottuk ezt a lécet. A helyi televíziók nem igen szoktak ilyen műsorokat gyártani. A napi munkán túl ez egy óriási erőfeszítés, rendkívül jól sikerültek a felvételek egyébként, ezt a nézők is hamarosan láthatják majd. Óriási csapatmunka volt, és hát rengeteg előkészületet igényel egy ilyen produkció, de úgy gondolom, és remélem majd a nézők is igazolják ezt a gondolatomat, hogy igazán jól sikerültek ezek a beszélgetések. A műsorokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat itthon együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben című pályázatának keretében készítettük. Augusztusban pedig egy 20 megyei település részvételében zajló, hagyományőrző tréfás vetélkedőt szerveztünk falusi turizmus néven, ahol megyei kis települések mérhették össze tudásukat ügyességi és műveltségi versenyszámokban. Kürti László költő Apajegyek című kötetét mutatták be a Mátészalkai Képes Géza városi könyvtárban. A verseket Csúlya Imre Jászai Mari díjas színművész olvasta fel a közönségnek. A verses könyv idén júniusban jelent meg, 2023-ban pedig a prózai műfajban is tervez új kötetet kiadni a szerző. Fiúsapák meccsekre járnak, hordják a srácokat focizni vasárnap. Állnak az esőben és anyázzák a bírót, vagy nem anyázzák, de kiabálnak nagyon. A fiúsapát tanítják, hogy kell kötényt adni, lábról levenni, kidolgozni pár ámulatba ejtést. Sok köténytől épül a státusz, és bomlanak a fűzők. Kürti László Lányos apák című versét Csúlya Imre színművész szavalja. A költőnek júniusban jelent meg Apajegyek című verses kötete, melyet a Mátészalkai Képes Géza városi könyvtárban mutattak be a közönségnek.
Egy korszakról szól, és mindenféle korszakokat élünk, és a korszakjainkban felfedezhető az, hogy mennyit változunk az előzőekhez. Vannak fontos és számomra is kedves kötet időszakok, vagy életidőszakok, amelyekre jó visszaemlékezni, vagy jó belőle felolvasni későbbiekben is, hogyha esteken alkalom adódik erre. És aztán vannak olyan alkalmak, és vannak olyan időszakok, ami most ért be, ahol tényleg az apasság kérdésköre is fölmerül, azoknak a lányos apai minőségnek a sajátossága és aspektusai, illetve még azok az ügyek, amikor már tényleg az ember létösszegez egyúttal. Tehát ez a Kosztolányi korabeli kérdéskörök, hogy akkor, ha 40 éves elmúltál, akkor valójában hogyan forgolódsz az ágyad, és mi történik a világ belátásával és beismerésével. A Balassi emlékkarddal kitüntetett költő verseit Csúlya Imre Jászai díjas színművész olvasta fel. Nem először. Az alkotók barátsága közel 10 évre nyúlik vissza, több kötet bemutatót, előadást tartottak közösen, szerte az országban. Kürti László szerint Csúlya Imre előadásmódja úgy egészíti ki, lakja be szövegeit, hogy sokszor ő maga sem ismer rá a verseire. A színművész számára is kihívást jelentenek ezek a költemények. Meg kell dolgozni érte, szóval én meg szeretem az ilyen melós dolgokat, de van valami különleges a Kürtibe. Ahogy mondtam is itt, vagy próbáltam elmakogni, hogy olyan, mint a mecsekbe a szerpentin. Szóval kanyarog ide, oda, jobbra, balra, kettős kanyar, hajtőkanyar, és aztán a célegyenesbe meg egyszer, amikor kiszabadít és kitágítja a világot, és oda visz, ahonnan elindult tulajdonképpen. Most ezt nem tudom jobban megfogalmazni, de valami ilyen érzésem van. Szóval, hogy cikázik az agya, néha látszólag össze-vissza, de mindig egyik fakad a másikból. És ezek, hát ilyen asszociációk is, emlékek, Ahogy az ember fejébe összecsapnak ezek a régi dolgok, születésről, halálról, szülőről, gyerekről, családról. Na, szóval nagyon izgalmas. Kürti László 2023-ban 2 kiadványt tervez megjelentetni. Legújabb versei mellett prózai írásait is olvashatja majd a közönség. Felemás évet tudhat maga mögött Helebrand Máté, a nyíregyházi gyalogló hazai környezetben szerzett fedett pályás bajnoki címet, az Európa-bajnokságon viszont kizárták a versenyből. Pokrovenszky József tanítványa túl van egy műtéten, és január elején portugáliai edzőtáborba utazik, a felkészülés fókuszában a 2023-as budapesti világbajnokság és a 2024-es párizsi olimpia áll. Jól indult az év Helebrand Máté számára. A Nyíregyházi Sportcentrum gyaloglója esélyesként lát rajthoz a hazai rendezésű fedettpályás országos bajnokságon, és magabiztosan szerzett aranyérmet az 5 kilométeres távon. Először rendezték Nyíregyházán a fedettpályás országos bajnokságot az új atlétikai centrumban. Nagyon készültünk rá, és sikerült is megnyerni, illetve csak pár másodpercen maradtam el az egyéni csúcsomtól, szóval nagyon örülök neki, hogy az első fedettpályás országos bajnokságot, amit itt rendeztek meg, azt sikerült megnyernem. Utána igazából jól is folytatódott a versenyszezon, mert rá egy hónapra már sikerült megnyernem a 20 kilométeren is az országos bajnokságot, amit a szokásos helyen Békésebán rendeztek. Ott viszont már sikerült megdöntenem az egyéni csúcsomat, aminek rendkívül örültem, hiszen 2016-os Riói olimpián elért egyéni csúcsomat sikerült megdöntenem, és azóta igazából csak a hosszabbik távol az 50 kilométerre készültünk, és ez volt az első olyan év, amikor már nem 50 kilométerre készültünk, hanem a rövidebbik távra, 20, illetve az új 35 kilométeres távra. Nyáron időben közelesett egymáshoz az Egyesült Államokban rendezett világbajnokság és a Müncheni Európa-bajnokság. Máté az utóbbin állt rajthoz a 35 kilométeres távon. Amilyen jól indult a szezon, sajnos olyan rosszul végződött. Mi az Európa-bajnokságot választottuk a két nemzetközi verseny közül, amit Münchenben rendeztek meg. Hát úgy indultam neki, az volt a cél, hogy mindenképpen az első 8 helyezésben szeretnék végezni, amire egyébként reális esély meg is volt. Még így utólag is, ahogy az eredményeket láttam, bőven ott lett volna a helyem, talán még az első 6-ban is.
De hát sajnos a sors megint közbeszólt, és 2008 óta most először állítottak ki versenyen, ami rendkívül meglepett, hiszen az elmúlt 14 évben nem volt probléma a technikámmal. Most valahogy, sőt, most már az a táv első harmadába kiállítottak, szóval nem is az volt, hogy az úton, hogy a végén, hanem már rögtön a 9 kilométernél összegyűlt 4 figyelmeztetésem. Így sajnos az Európa-bajnokságot eredmény nélkül fejeztem be. Hát ebből is tanulni kell, hogy hiába magabiztosan voltam a technikámban, még jobban oda kell figyelnem, és talán még többet kell gyakorolnunk Józsibával. Pokrovenszky József tanítványa egy régóta húzódó problémát is orvosolt ősszel, így reményei szerint a jövőben már semmi nem zavarja felkészülését és versenyzését. Sokan nem tudták, mert nem nagyon híreztettem, de az egész szezont úgy csináltam végig, hogy a hasamnak az alsó része folyamatosan fájt. Januárban voltam több orvosnál, és mindenki izomgyulladásra gyanakodott. Aztán szeptember közepén, amikor az utolsó versenyemnek is vége volt, akkor jártam utána, és akkor találtam egy olyan orvost, aki végre megtalálta a pontos diagnózus, és akkor derült ki, hogy sérvem van. Rá két hétre már meg is műtöttek, és ezt követte egy 6-7-es felépülési időszak, és múlt héten sikerült elkezdeni újra az edzéseket. Hál' Istennek most már panaszmentesen, és teljesen egészségesen tudok edzeni, aminek nagyon örülök. Máté január elején 5-7-es portugáliai edzőtáborba utazik, majd február 18-án Rajthozán Nyíregyházán a fedett pályás országos bajnokságon. Jövőre az év főversenye a budapesti világbajnokság lesz, ott szeretné jól szerepelni, picit tovább tekintve pedig már a 2024-es párizsi ötkarikás játékokat látja maga előtt a háromszoros olimpikon gyalogló. December 26-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, legközelebb szerda este jelentkezünk majd friss hírekkel, töltsék kellemesen az est hátralévő részét, viszontlátásra!